újabb képviselői fogadóra, aki kérdez Vajnai Melinda és aki válaszol. Kádár Tibor. A büdítónál állunk, legalábbis a népnyelv így emlegeti, hát most úgy látom, hogy víz annyi nincsen benne, és nem is dolgoznak itt. Miért állnak a munkálatok? Először is szeretnék pontosítani, most már ne felejts pihenőpark a hivatalos neve, bár tényleg a népnyelv büditónak hívja ezt a területet, amely régen egyébként az itt működő bolgár kertészeknek az öntöző tórendszere volt. Itt két tó is található, amelyben mostanság az elisszaposodás miatt sajnálatos módon csak akkor van víz, amikor esik a hó, vagy éppenséggel az eső. Ez nem igaz egyébként, hogy állnának a munkák 2010 óta a városvezetésnek, jó magamnak is külön szívügyünk ennek a területrésznek a rendbetétele. A városgazda 18 ZRT végzett itt már különböző munkálatokat, olyan kertészeti munkálatokat, amelyekben megpróbálták a Tó környékét rendbe tenni. Ezek a munkálatoknak jelenleg is zajlik a befejezési szakasza, amint látjuk, ugyanis mindeközben még a városgazda 18 érti megpróbálta körbejárhatóvá tenni a tavat, az önkormányzaton belül az állampolgárok számára egy láthatatlan munka kezdődött el. Elővették a régi terveket, ezeket kiegészítették, valamint engedélyeztetési eljárást indítottak itt egy rekreációs tónak a létesítéséhez. Ez rengeteg, több millió forintnyi életéket fizetett be az önkormányzat, valamint kifizette az engedélyeztetési eljárásokkal kapcsolatos költségeket, és több mint másfél évnyi procedúra után a Közép-Duna völgyi környezetvédelmi és természetvédelmi vízügyi felügyelőségtől megkaptuk azt a vízjogi létesítési Engedét, ami alapján elkezdődhetnek hamarosan a tókotrási munkálatok, majd amikor ez befejeződik, akkor újból visszatérünk a tót övező területnek a rendberakására, ahol kiépíti az önkormányzat. A közvilágítást a tavat körbejárhatóvá tesszük, lesz térkőjárda, füvesítés, és megpróbálunk minél jobb családias hangulatot teremteni a kisgyermesek, kisgyermekeseknek, a kutyasétáltatóknak és az idősek számára is. A munkálatot meg annyi vizsgálat előzte meg, jártunk a talajvédelmi, mi szolgálatnál történt talaj és vízmintavétel, hiszen a tóban az elmúlt évtizedek folyamán rengeteg anyag került be. Megállapították, hogy nehéz fémszennyezés nincsen. Jelenleg egyébként épp a sás írtását láthatjuk. Mindenféle téfi ellenében sás és nem nád, mert a nád egy védett növény, és azt nem lehet neki szedni. Jelenleg itt tartunk most. Egyébként mikorra is fog megépülni? Akkor 2014-et mondod, de pontos idő várható-e? Nagyon remélem, hogy szeptemberben át tudjuk adni a közönség számára, bár itt a kerületünkben mindig minden szem előtt történik én szerintem most sincsen körbekerítve a munkaterület, bárki bármikor eljöhet ide és nyomon követheti majd a munkálatokat. Természetesen amikor maga a tókotrást fogják végezni, akkor azt majd csak tisztes távolságból. Egyébként lesz-e nyitva tartás ideje, vagy bármikor ide lehet jönni sétálni? Különböző elképzelések vannak. Én azt szeretném, hogyha ez minél több embert hozna ide ez a terület, minél inkább nyilvános lenne, eddig is nyitott volt, Ezt semmiképpen sem szeretnénk zártát tenni, és remélem, hogy mind a fiataloknak, időseknek, középkorúaknak rengeteg sok szép emléket fog majd az újtó és környezete okozni, aki agy alapvetően akár bármennyire kis fantáziával leledzik itt körbenéz, akkor csodálatos dolgokat lehet megálmodni, és reméljük, hogy ez mind meg is fog majd valósulni.